Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Ősi, méhviaszos tojásfestést tanulhattak a résztvevők a Nemzeti Művelődési Intézetben. Bár az eseményt húsvét környékére szervezték, a koronavírus járvány miatt el kellett halasztaniuk. Az Elfeledett Szakmák nevű pályázat keretein belül 12 régi mesterséggel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Forró méhviaszba mártják a kicát. Így kezdődik a hagyományos tojásfestés munkamenete. A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatóságán húsvét illat van, bár a táj már lassan őszbe fordul. Mégis most készülnek a húsvéti tojások. Elfeledett szakmák egy EFOP-os pályázat keretein belül, ez a 12. alkalom. Minden hónapban egy foglalkozás volt, és a régi mesterségekkel ismerkedtek meg a résztvevők. Ezt a Nemzeti Művelődési Intézet nyerte meg központilag, és három régióban zajlik az EFOP-os pályázatok, és abból az egyik az Alföld az LL programban, és abban ez egy részprogram a miénk, ez az Elfeledett Szakmák. Meghirdettük több mint egy évvel ezelőtt ezt az elfeledett szakmákat, hogy a kollégák körébe, tehát a közművelődésben dolgozók, vagy civil szervezetvezetők körébe, akik szeretnének ebben részt venni, mert ennek az lenne a lényege, hogy most mi egy kicsit érdeklődést fölkeltettük, egy kicsit tudást adtunk mindenkinek, és ezt szétszórják úgy, mint egy jó vetőmag a talajon, és ott ők meg hintik tovább, és ez folyamatosan szaporodna azoknak a szám, akik egy kicsit tudnak majd tojást festeni, egy kicsit tudnak szőni, fonni ezeket a dolgokat. Van a Tolna megyei Népművészeti Egyesület, ahol a szakemberek, ugye népi iparművészek, vagy éppen népművészet mesterei, őket próbáltuk megnyerni az ügyél. Ilyen volt dr. Lehel Péterné is, aki a Népművészet ifjú mestere címet birtokolja, és mondhatni, egyedül ő őrzi, illetve űzi még a sárközi, azon belül is a bátai hímes tojás régi, hagyományos elkészítési módját. A foglalkozást húsvét előtt szerették volna megtartani, de a koronavírus járvány miatt ez nem volt lehetséges. Őszre került át az időpont, így a következő húsvét már felkészülten érheti a művelődés szervezőket. A cél, hogy ne merüljenek feledésbe ezek a szakmák. Én nagyon bízom benne, hogyha hazamennek, és legközelebb például húsvétkor, húsvét előtt akkor tudnak kézműves foglalkozásokat csinálni a gyerekeknek, és ebben a kézműves foglalkozásban ugye a tojásfestést megtanítják, megbeszéltük itt a Piroska, dr. Lehel Péterné elmondta, hogy hogyan kell egy írókát készíteni, vagy gicát, és hogy hogyan állunk neki a tojásoknak, úgyhogy mindenki otthon már nyugodtan neki tud állni, és fel tud készülni erre a tevékenységre is. 15 emberrel indultunk most a záron, hát mindig annyian vagyunk, ahányan el tudunk jönni, azért a közművelődésben dolgozóknak nem olyan a munka ideje, hogy mindig részt tudnak venni, mert azért náluk is van a településen rendezvények, de azért aki tud, az mindig itt van velünk. A projekt során többek között kenderfonással, szövéssel, csuhézással, gyöngyfűzéssel és gyertyaöntéssel ismerkedhettek meg a művelődés szervezők. Az utolsó, 12. alkalom pedig a hímes tojás festésé volt. A Zene Világnapja alkalmából szervezett programot október 1-én a Szekszedi Babits Mihály Kulturális Központ.
Az esti nagy koncertet a Szekszárdi Kamarazenekar adta a Művészetek Házában. Szólistájuk pedig a 13 éves Szőcs Ármin volt. Negyvenöt éve ünnepeljük minden október 1-én a Zene Világnapját. Idén a járványhelyzet ellenére is sikerült megszerveznie a Babits Mihály Kulturális Központnak az eseményt. Az aznapi programsorozatot a Szekszárdi Kamarazenekar koncertje zárta a Művészetek Házában. Yehudi Menuhin az ENSZ világtanácsának elnökeként 1975-ben kezdeményezte, hogy október 1-ét a Zene Világnapjává nyilvánítsák. Ez akkor egy nagyon nagy dolog volt, és a legnagyobb dolog pedig az benne, hogy ezt azóta is évről évre megtartjuk. Még most is nagy öröm, hogy itt lehettünk és játszhattunk ezen a napon, hiszen nagyon nehéz körülmények között dolgoznak most úgy a programfelelősök, mint a benne dolgozó zenészek, művészek. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és ezt mindenféleképpen meg kell tartani az idők végezetéig, azt gondolom, és nekünk zenészek számára ez különösen fontos, hiszen nekünk ez a szívügyünk, és ilyenkor szeretnénk átadni, hogy ez mekkora öröm, és milyen csodálatos dolog. Igyekeztünk egy átfogó képet adni, mert ugye a Zene Világnapján annyira sokrétű a zene, annyiféle mű hangzik el ilyenkor egy nap. Igyekeztünk úgy szemezgetni a zeneművekből, hogy minél változatosabb legyen a műsorunk, korszakokon átívelő lehessen, és hát minél szórakoztatóbb és minél felemelőbb legyen, érzelemgazdag legyen. Az est szólistája a 13 éves csellista Szőcs Ármin volt. Ármin nagyon tehetséges fiatal, ő bonyhádi, tehát ő Bonyhádon született, a bonyhádi evangélikus művészeti gimnáziumnak a tanulója. Nagyon tehetséges, 6 éve csellózik, és számos versenyt megnyert már. Játszott már zenekari tagként is közöttünk, most szólistaként kértük föl őt, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a kérésünket. Ő meg úgy gondolom, hogy örül annak, hogy velünk együtt játszhatott szólistaként, hiszen ez nagy dolog, hogyha egy fiatal művészt zenekari kísérettel adhatja elő azt, amit megtanult. Bonyhádon tanulok a zeneiskolában, most lesz 7. éve. Azért pont a cselló, mert egyszerűen annyira szépnek tartottam, amikor először a bemutatón meghallottam, hogy ezt jelöltem be, és ezt szerettem volna tanulni. Teljesen jó döntés volt szerintem, mert még mindig nagyon-nagyon szeretem a hangszert, és örülök, hogy ezt választottam. Már játszottam korábban a Szekszárdi Kamarazenekarral, ritkán jut erre lehetőségem, de hogyha jut, akkor nagyon-nagyon szeretek zenekarral együtt játszani. Pestre szeretnék tovább tanulni, a Bartók Konziba, oda készülök, és remélem, hogy sikeres leszek. Szerintem nagyon jó, hogyha az ember tud akármilyen hangszeren, akármennyire is, akármilyen szinten játszani, mert zenét hallgatni egy csodálatos érzés, de hangszeren játszani még jobb. A gyerekek tulajdonképpen nem is tudnak róla, hogy mennyit foglalkoznak zenével. Itt a mi felelősségünk az, hogy ezekből a zenéből, a zenékből, ami egyébként természetszerűleg nagyon sokrétű és sokszínű,
mindenképpen a minőséget választák. De és nem feltétlenül kell csak klasszikus zenével foglalkozni, tehát vagy a régi szétválasztás, ez a komoly zene, könnyű zene, mindenből a jót kell kiválasztani, a minőséget kell kiválasztani, és azt kell hallgatni, és azzal kell foglalkozni. Kamara zenekar ugye sok-sok éven keresztül egy gyakorlatilag egy megszokott társaság volt, mindig is voltak alaptagok, alapító tagok, és mindig voltak változó tagok benne, tehát nyilván a fiatalabbak, akik elmennek más városba tovább tanulni, tőlük el kell, hogy köszönjünk, illetve most sokan nem tudtak részt venni és eljönni hozzánk, hiszen most sajnos a vírus a mi életünket is nagyban meghatározza, tehát most jóval kevesebben vagyunk, mint egyébként szoktunk játszani a zenekarba. A fiatalabb generáció a munkához való hozzáállást, illetve azt a fajta zeneszeretetet, ami azzal együtt jár, hogy itt ugye amatőr zenekarról beszélünk, itt gyakorlatilag senkinek nem ez a fő munka területe, tehát vannak közöttünk orvosok, tanárok, mérnökök, még olyan is, ugye, akik nem zenével foglalkozó kollégák, és az, hogy mi esténként még utána, munka után leülünk és dolgozunk, mert azért valljuk be, ez kemény munka is, az mindenféleképpen egy példa a fiatalok számára, hogy amikor a legfáradtabbak, akkor is a zene az első, és az a fontos számunkra. Irodalmi estet rendeztek a Művészetek Házában Szekszárdon. Az épület jellegéhez nagyon is illően Radnóti Miklós verseit és napló bejegyzéseit hallgathatták meg az érdeklődők Kurucz Ádám Konrád nagyszerű előadásában. Zsidó felekezetű vagyok, de nem érzem zsidónak magam. A vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom. Költőségem szempontjából nem lényeges. A zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Különben magyar költő vagyok. Az én nemzetem nem kiabál le a könyves polcról, hogy mars, büdös zsidó. Hazám tájai kinyílnak előttem. A bokor nem tép rajtam külön nagyobbat, mint mása. A fa nem ágaskodik lábújhegyre, hogy ne érjem el gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magam. Mert másként, mint élek, élni nem tudok. Most mást hinni, és másként gondolkodni sem. Kurucz Ádám Konrád jogi és színi tanulmányai előtt, közben és után is rengeteg vers és prózamondó versenyen vett részt, és arszpoétikájává vált a verses előadások készítése. 29 éves létére mondhatni országosan ismert verselő. Realizáltam azt igazából, hogy számomra kevés, hogy csak pusztán versmondó versenyeken mondjak verseket, mert észrevettem magamban az igényt, hogy ezt a műfajt én szeretném szélesebb körben reprezentálni, és úgy döntöttem, hogy igazából, hogy akkor kezembe veszem a sorsom, és akkor 3 évvel ezelőtt, 2017. augusztusában összeállítottam egy 45 perces Adi monodrámát, mely Adi Endre életét, költői munkásságát veszi alapul, a legismertebb versei segítségével, és akkor ezt bemutattam szülővárosomban, Marcaliban. Aztán elkezdtem nyilván intézményeket, kulturális helyeket felkeresni, hogy hol tudnák ezt befogadni tulajdonképpen, hol tudnám játszani a műsort, és akkor azóta eltelt 3 esztendő során újabb 5 összeállítást sikerült csinálnom, és köztük a 4. lett a Radnóti műsorom, és akkor ezekkel is azóta járom a Kárpát-medencét, mondhatom így is. 5 Apollinerves fordításába kezdek. Az első sor se sikerült, pedig csinálom. Verset nem tudok írni, nem bírok nyugton maradni. Menekülök magamtól, fáradt vagyok, és
nem vállalok semmit. De leginkább azt szégyellem, hogy kezdem megszokni, hogy háború van. Hogy háború van! Segíts, szabadság! Ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra, mikor aranygőzők közül vakít, és új hajnalokra kél a napvilágra. Még csönd van. Csönd. De már a vihar lehel. Sikerének talán egyik titka, hogy jól válogat. Előadói képességeiről szerényen beszél, ami nem baj. A legnagyobbak sajátja az alázat ebben a szakmában. A megítélése úgyis a nézőre tartozik. Tisztában vagyok azzal sajnos, hogy ma a költészet, a versmondás, hogy mondjam, tehát nem tartozik a legnépszerűbb műfajok közé, és nagyon nehéz megszólítani, főként a fiatalabb korosztályt, így tapasztalom. Ezért számomra, hogy mondjam, tehát evidens volt, hogy muszáj akkor a legismertebb és legnépszerűbb magyar költőkhöz nyúlni, ha úgy tetszik, mert általuk keresztül talán könnyebb megszólítani minden korosztályt, a fiatalokat is, és törekszem arra mindig egyébként, hogy tehát a legismertebb költőket válasszam alapul, és nekik is lehetőség szerint a minél ismertebb költeményeiket, és ezekhez akkor én csatolok különböző háttértörténeteket, kulisszatitkokat, amik még jobban közelebb hozzák a emberekhez a költőt, mint embert. Szeptember 1-e. Hajnalig nem tudtam elaludni. Fanni is följött mindenfél órában. A szomszéd rádiózik. A fürdőszobában Hitler hangja harsogva a öltözön. A németek megkezdték a hadműveleteket. Krakkót, Varsót, Katowicét bombázzák. Egész nap fekszem a heverőn, a gyomrom émelyek. Fél óránként hány inger fog el. Másnap papírkorlátozási rendelet, fokozott cenzúra. A lapok szerint Anglia és Franciaország holnap üzennek hadat Németországnak. A hány ingerek folytatódnak. Egész nap fekszem. Megfeküdte a gyomromat a világ. Te tűnne fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptünk. Szólnék most újra! Emlékszem, volt egy olyan nyár egyébként 8 év, amikor elhatároztam, hogy minden egyes nyári szünet alatti napon megtanulok 2 verset, és akkor hát az már összességében nem tudom, olyan akkor meg volt a 100 vers, amit azon a nyáron megtanultam, és hogy mondjam, tehát nyilván most lehet, hogy nem tudnám előhozni az összeset szó szerint, de ezek adnak egy akkora erős alapanyagot egyébként, hogy egy műsor összeállítása során tudom, hogy mihez tudok már nyúlni, hogy a költő azt mikor írhatta, miről szól. Nem volt még hangom, és az anyám beszélt. Elmegyek, és elviszem tőled az álmot. Elmegyek, és elviszem tőled a könnyet. Nem volt még hangom, és a testvérem beszélt. Elmegyek, pedig nem is jöttem. Elmegyek, mert holtan születtem. Elmegyek, és te figyelj a májusokra, azok a te sorsod. Elmegyek, és te egyedül maradsz. Akkor megjött a hangom, és sírtam. Radnóti emlékezetét ápolni kell, talán jobban, mint valaha, hiszen tragédiáján túl ő egy nagyszerű költő. Erre Ádám is rájött, még ha nem is rögtön. Bevallom őszintén, nekem nem tartozott a kedvenceim közé egyébként, viszont azt tudtam, hogy nagyon sokan nagyon szeretik Radnóti Miklóst, számomra egyébként Adi és Szabó Lőrinc így a csúcsok csúcsai, viszont ahogy, és a műsort is, ahogy említettem a korábbi gondolataimat, hogy azért is kezdtem egyébként a Radnóti műsort összeállítani, mert tisztában voltam vele, hogy Radnótire van igény. És ahogy összeállítottam ezt a műsort, és főként a naplójából, amiből rengeteget fogok idézni, akkor így sokkal közelebb került hozzám, és azt gondolom, hogy többet tudok róla, úgymond magánéletileg, mint mondjuk Szabó Lőrincről vagy Adiról, és hát hogy mondjam, tehát nagyon megszerettem, és
21. században, tehát abszolút helye van, tehát azzal mindig is tisztában voltam, hogy a magyar irodalmi kánonban Radnótinak abszolút helye van, és azt gondolom tényleg, hogy a magyar költészet első vonalába tartozik. És ami vele történt, és ami megtörténhetett abban a korban, aminek ő sajnos áldozata lett, azt nem szabad felednünk. Arra emlékeznünk kell, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Több mint 500 látogatója volt annak a kiállításnak, ami augusztus 20-án nyílt meg a Szekszárdi Művészetek Házában. A tárlat a Kárpátaljai Szövetség szervezésében került Szekszárdra. Anton Kovács kárpátaljai festő képei a történelmi Nagy-Magyarország 64 vármegyéjének székhelytelepüléseit mutatják be. A kiállítás záró rendezvényén Benza Georgina operaénekes koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. Augusztus 20-án Szent István ünnepén nyílt meg a 64 vármegyei ikonikus városait bemutató kiállítás, melynek képeit Anton Kovács kárpátaljai festő készítette. A vándorkiállítás határon belüli szervezését a Kárpátaljai Szövetség látta el. Akkor Grezsa István kormánybiztos arról beszélt, a képek a kultúrák keveredését is jelképezik. A kultúrák keveredését inkább úgy gondolják a világban, hogy beolvadjon az egyik kultúra a másikba kizárólagosság útján. Azonban a kárpátaljai festészet és benne Kovács Anton kifejezetten az egymást gazdagító értelemben keveredő kultúrájú ecsettel dolgozott. Porlat sok minden érték, de a kultúra az mindig gyarapít, erősítés, belülről megújít, és nekünk magyaroknak oly sok tapasztalatunk van, erről gondoljunk csak a Trianon utáni újraépítésről, talpraállásról, az a Klebelsberg-féle kultúrpolitikának volt javarészt köszönhető. Vagy gondoljunk arra, hogy a török időket a református prédikátorok megújítása vészeltette át a országunkkal, és egyúttal a magyar nyelv védelmét is jelentette, és számtalan példát lehet felhozni erre a tatár dúlás utáni országépítés negyedik Bélának, az Árpádházi Szentek, és folytathatnánk a sort, és meggyőződésem, hogy a 21. században is úgy lehet túllépni Trianon árnyékán, és ezt a feldolgozhatatlan igazságot úgy lehet meghaladni, hogyha a magyar kultúrára alapítunk, és így töltjük be újra azt a történelmi küldetést, amelyet ezer év óta Szent István népeként egyfajta kovász szerepet gyakorolva a 21. században is be kell tölteni. Az ünnepélyes átadót követő közel másfél hónapban több mint 500 látogatója volt a Művészetek Házában lévő tárlatnak. A Kárpátaljai Szövetség az áró ünnepélyen ismét a kultúráktól találkoztatta. A muzsika és a képzőművészet adott rendezvút egy esten, Benza Georgina kárpátaljai énekművész lépett színpadra. Én a Zeneakadémián tanultam, de 20 évig Kárpátalján éltem. Ilyen, illetve Kijevbe is tanultam a főiskolán, aztán a Budapesti Zeneakadémián, és onnan jutottam ki a Müncheni Operába 25 éves koromban. Az emlékek mindig megmaradnak, csak egyre szebbek lesznek. Hát ez természetes, hogy az ember egy fiatal korra mindig szépen emlékezik vissza, illetve én megmondom őszintén, nagyon, nagyon szép és gyönyörű fiatal korom volt a gyerekkorom Kárpáta emberek százba. Tehát ez egy nagyon kellemes város volt a mi gyerekkoromban. Ebben a műsorban is nem csak magyar darabok vannak, mert Bartók Kodály, Vince Zsigmond, ez egy régi filmből jött ez a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, ezt is énekelem, de ugyanakkor belevontam Csajkovszkij, Rachmaninov, ezeken nőttem fel, és
És hát az olaszokat, ugye, mert ugye én leginkább olasz Verdi Puccini énekesnőnek számítok így nyugaton, hát akkor ezeket most itt kultiválom, és tehát a zene az határtalan, tehát én nem csinálok különbséget zeneszerzők és zeneszerzők között. Benza György a Kárpátaljai Szövetség elnöke a kiállítás záró beszédében arról szólt, olyan épített hagyatékot akartak megmutatni, mely valaha összetartozott. Ma már Trianon kapcsán csak egy dolgot lehet tenni, emlékezni. És ez a tárlat igazán ezt szolgálta. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében október 14-én 18 órától Rákász Gergely koncertorgonista hangversenye várja az érdeklődőket a Művészetek Házában. Október 15-én 19 órakor pedig Törőcsik Franciska és Priger Zsolt mutatja be legújabb művét, Kádis Térei Jánosért címmel. A Kulturális Központ színház termében október 17-én 19 órakor a Nagy Szenes Gála várja majd a közönséget. Kultúrszoba című magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!